Nagyon jó, mert lehet a mentorokkal beszélgetni sok dologról, meg tanulásban is segítenek nagyon sokat. Így foglalta össze a vasmegyeri Virág Vanessa, milyen pozitív tapasztalatokkal gazdagodott az elmúlt egy évben. A Tanítsunk Magyarországért mentor programban az ország 6 egyetemének összesen 377 hallgatója segít 58 kis település több mint 1600 általános iskolásának a mindennapi feladatok ellátásában és tehetségük kibontakoztatásában. Azok a gyerekek, akik innen tanulnak tovább középiskolába, azoknak két megpróbáltatáson kell keresztül menniük. Az egyik, hogy elkezdenek rendszeresen utazni 14 éves koruk után, a másik pedig, hogy bekerülnek egy új közösségbe. És a rendszeres utazás és az új közösség is megpróbáltatás jelent számukra. Ezért aztán esetükben a lemorzsolódás a középiskolából az igen magas. Általánosságban egy ilyen munka és továbbtanulási lehetőségektől távol eső iskolában tanuló gyermek 54%-ban csak 8 általános iskolai végzettsége rendelkezik, nincsen a fölött végzettsége, miközben az országos átlag 12%. És mi azt szeretnénk, hogyha ez az 54%, ez 2-3 éven belül lemenne 20-12%, viszont lenullázódna. Amellett, hogy segítik a felzárkóztatást és a beilleszkedést, nagy szerepet kap a különböző közösségi élmények biztosítása is. Így került képbe a sport lehetőségek szélesítése és a világot meghódító magyar találmány, a tagball, ami gyakorlatilag az asztali tenisz és a labdarúgás ötvözete. Ilyen asztalt kapott a vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola kedden, és kap valamennyi általános iskola az országban, amely érdekelt a programban. Azt szoktuk mondani, hogy a legjobb befektetés az az, hogyha az ember a jövőbe fektet. A Tanítsunk Magyarországért programnak pedig pontosan ez az üzenete, a jövő generációiba fektet. Azzal, hogy mi például tagball asztalt adományoztunk a programhoz, illetve 58 kis településre, mi a jövő tagball generációiba ugyanúgy be tudtunk fektetni. A Nyíregyházi Egyetem elsőként csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz, a partnerség pedig az eddigi tapasztalatok alapján nagyon jó. Én eljöttem a Nyíregyházi Egyetemre többször is, amikor a kurzust elindítottuk akkor is. Meglátogattam egy tanórát is, ahol a gyerekeket, az egyetemista hallgatókat tanítják a Tanítsunk Magyarországért kurzus keretében. És rendszeres a konzultáció a tanárokkal és a mentorokkal, és azt kell mondanom, hogy úttörő, pionír szerepet játszik a Nyíregyházi Egyetem, és az egyetemi mentorai az egyik leglelkesebbek országszerte. Az államtitkár hozzátette, a résztvevő egyetemek az idei tanévre is meghirdették a Tanítsunk Magyarországért program felkészítő kurzusát a választható tárgyak között. A sikerét mutatja, hogy erre országszerte 650-en jelentkeztek. Így jó esély mutatkozik arra, hogy a jelenlegi 377-es mentori létszám a következő évben meg háromszorozódik, így még több általános iskolát bevonhatnak majd.